Kantabrai, amelyikhez még egy 10 órát kellett autóznunk megint. Nagyon szép vastag, nem a leghosszabb, de nagyon szép a bázisa. Akkor este a Félix a bodegájából, a pincéjéből hozott különlegesen finom port, és avval ünnepeltük meg a bakomnak az elejtését. Ahogy teltek, múltak az évek, Kán Karakaja sokszor, mikor meglátogatott engem Magyarországon, vagy én elmentem Törökországba, nagyon sokat mesélt nekem a bezoá kecskéről. A Kán Karakájának nagyon sok új területe volt az utolsó években, melyet az állam 15-20 éven keresztül pihentetett vadászat szempontjából, és ő ezt komolyabb pénzekért megkapta. Sok éven keresztül győzködött engem a Kán, hogy menjek el vele egy ilyen szűz területre, de mindig akadt más vadászatom, és nem jött össze. Végül úgy határoztam, hogy elmegyek, bár akkor már nem volt igazán szűz területe, csak olyan, amelyiket már megvadáztatott. Tudtuk, hogy ott azon a vidéken nagyon jó bakok vannak, nem voltak közelbe egy jó szállás lehetőség, hogy a területre kiérjünk, 3 órás gyaloglás volt reggel, 3 este, és nyilván, hogy napközben is rengeteget kellett gyalogolnunk, hogy ha láttunk valamit, hogy meg tudjuk közelíteni. Harmadik alkalommal, 5., 6. nap megpillantottunk egy völgy másik oldalán, körülbelül egy olyan 2 kilométerre tőlünk egy csoportot. Az volt a terv, hogy fölülről, a bakok fölül, a másik oldalról próbáljuk megközelíteni. Hát ez így is történt, sikerült meglőnöm egy kapitális 143 cm-es bakot, amit meg se tudtunk közelíteni, mert egy nagy zuhanással valami 70 métert esett a szakadékba. Az embereim a helyi pásztornak a segítségét kérték, onnan kérte különböző hosszú köteleket, hogy le tudjon menni a pásztor és a legfiatalabb embere a Kánnak, és ott meg is nyúzták helybe, és csak a szarvát hozták föl. Háromszor jártam Iránba. Legelső alkalommal a Hámori Csama barátomat sikerült meggyőznöm, hogy tartson velem. Ő a Transzkaszpien úriát próbálta velem együtt meglőni, és a bezoár kecskét, míg én az Eszfahán juhot próbáltam volna még ezeken kívül, és a golyvás gazellát is meg akartam lőni. A szállásunk a Selyem út melletti karaván szerályba volt, az egész épületből áradt a történelem. 50 évvel ezelőtt újították fel.
Mikor odaértünk, elkezdett havazni annyira, hogy másnap abszolút nem láttunk semmit, nem tudtunk kimenni. Második nap lecsendesedett a havazás, sikerült egy óriás nagy golyvás gazellát lőnöm. Bal szerencse ebbe az volt, hogy láttam egy sokkal nagyobbat, amit meglőttem, így is a harmadik a Safari Club rekordkönyvébe, de ennél legalább 4 centivel nagyobbat láttunk, és sajnos eltűnt a többiek között, és nem tudtuk sok órás keresgélés után se megtalálni. Tehát megvolt már a golyvás gazella, amelyik volt az egyik célom. Másnap aztán mentünk az Iszfahán juhomért, a Csaba pedig a Bezoár kecskéért. Nekem sikerült este felé meglőnöm egy 220 méterről a kosomat. A negyedik napon aztán felszedtük a sátorfánkat, mert az úgy van, hogy minden vadászterület az államé. Egy vadászterületet, egy vadászat szervező 3 napra bérli ki az államtól. 3 nap után aztán el kell hagyni a területet, mert úgy gondolják, hogy 3 nap alatt meg kell, hogy lője ezt az állatot, amiért jött. Utána mentünk a türkmén határ felé, tudva levő, hogy a Transkaspien Urial a türkméneknél és az iránoknál található meg. A Transkaspien Urial vadászatánál Diana elpártol a sokat tapasztalt vadásztól. 6 alkalommal elhibázza, és csak a 7. sikerül barátja fegyverével elejtenie egy gyengécske kost. Mint itthon kiderül, a kellően ki nem tisztított puska és a selejtes töltények álltak a hibázások hátterében. Megfogadja, addig nem nyugszik, amíg nem sikerül egy tekintélyes öreg kost terítékre hoznia. Béla még egy vörös kossal szeretné gyarapítani gyűjteményét a Teherán környéki hegyekben. A szikrázó napsütésben úgy érzi, vadász szerencséje is visszatér. Utolsó előtti töltényével 250 méterről sikerül elejtenie e faj egy kivételes példányát. Hatalmas csigája már teljesen kikoptatta a szőrt a tarkóján. Második alkalommal az Arménien muflon és az álom uriál a cél. Mivel a muflon elejtése után 5 napot kell várnia az uriál vadászatára, így azt az őszi expedícióra ütemezi. Béla a világ bármely részén is vadászon, előtte mindig belövi a puskáját, ami különösen fontos a magas hegyekben. Az Urial után megyünk most, az új puskámmal meglőttem 2 a Larestan sípet, meg a Kerman sípet, nem túl messziről, nem úgy, mint a tónikám, de jó működött. Most vagyunk már itt, második, harmadik napja már, sajnos nem látunk elég kost, amit be tudtunk volna közelíteni. Följöttünk idáig. Rohadt nehéz volt. A levegő is nagyon ritka, meg 2900 méteren vagyunk. Ennek az egész vonulatnak a legmagasabb pontján vagyunk, meg lehet nézni. Volt egy nagyon gyönyörű, de
gyönyörű csoport, de a két farkas ment utána, és elzavarták az egészet. ...120 méterről lőttem, a tag elment megnézni, és állítólag azt hittük, hogy elhibáztam, de állítólag most kiabálta a tag föntről, hogy megsebeztem. A Safari Klub gyémánt fokozatához az Ergék csoportjában szükségem volt még egy hatodikra. Ezt szerettem volna egy balkáni zergéből Bulgáriába, vagy pedig Macedóniába megszerezni. A véletlen úgy hozta, hogy találkoztam Gáspár Pista barátommal Baranyából, akinek nagyon jó kapcsolatai vannak Bulgáriába, és megígérte nekem, hogy megérdeklődi a barátaink keresztül, hogy van-e erre lehetőség ott. Egy hét múlva vissza is jött hozzám, avval a hírrel, hogy Béla, én is eljövök veled, van nekik egy nagyon-nagyon jó öreg bakjuk, és ugyanakkor, ha kedved van, lőhetnél egy nagyon jó, nagy agyarú disznót is szabad területen. Ahogy megérkeztünk Szófiába, várt bennünk az egyik nagyon jó és nagyon csinos kapcsolata a Pistának, és elvitt bennünket egy olyan 3 órás utazásra Szófiától, ahol másnap reggel elkezdett havazni, amikor kimentünk a területre. Két napon keresztül nem is láttuk azt a híres ősz öreg bakjukat, amiről beszéltek, de aznap este sikerült meglőnöm egy 24 centis nagyon jó kant. Másnap reggel még mindig havazott, délután aztán a havazás egy kicsit elállt egy pár órára, amikor megpillantottunk fönt a hegy tetején egy nagyon jó bakot, amelyik aztán ott, azon a helyen lefeküdt, és csak a fejét lehetett látni. Elhelyezkedtem egy teknőbe, hogy akár melyik pillanatban, amikor ez a bak fölkel, akkor meglőhetem. Erre a pillanatra 2,5 órát kellett várnom. Mindenki odajött ordítva, hogy gratuláljon nekem. Én is ordítottam. Azt hitte mindenki, hogy én a örömtől ordítok. Elkezdtek puszilgatni, meg minden. Én pedig a fájdalomtól ordítottam. Ilyen görcsbe még a testem az életben nem volt. El lehet képzelni, hogy nem lehetett az állatról egy percre se levenni a szememet. És egy nagyon-nagyon kedvezőtlen pozícióba kellett 2,5 órát lennem. Azt a bakot sikerült meglőnöm, amit ők kiszemeltek, egy öreg
fantasztikus bak volt. 24 centis, ha jól emlékszem, hossza, nagyon jó bázissal. Addig nézegettem és olvasgattam, és a Safari klubba is sokat hallottam a barátaimtól, hogy milyen kellemes vadászat is az alpesi kőszáli kecske, és hiányzott is még egy kecske a Super Grand Salmonből. Fajcba, a Valé tartományba nagyon jó példányokat lehet meglőni. Ezért úgy határoztam barátommal, hogy ki fogunk menni, 6 hónapra rá a térdműtétem után megpróbáljuk, és az egyik preparátorom Ausztriából, akinek nagyon-nagyon jó kapcsolata van Svájcba, ezen a vidéken, ő vitt el bennünket, az ő barátai voltak a mi vadász kísérőink, tehát egy nagyon-nagyon kellemes baráti társaságban tudtam pibexre vadászni. Hát ami nagyon nagy érdekessége ennek a vadászatnak az, hogy a végén nem egy ibexet lőttem, hanem kettőt, ami úgy történt, hogy mikor kijött a csoport előtt elénk a völgybe, akkor a hivatásos vadász mondta az egyik ibexre, ami mellett volt legalább 5 másik, hogy lőjem, mire én lőttem, és nem maradt ott helyben, hanem elvegyült a többiekkel. Erre azt mondta, hogy lőjek még egyszer. Én úgy látszik, hogy nem arra az ibexre lőttem még egyszer, hanem egy másik nagyon-nagyon jó ibexre, amelyik elkezdett gurulni le, és jött felénk. Megállt ott a körülbelül 60-70 méterre tőlem, ahol aztán meglőttem, míg aztán egy perc múlva a barátom, aki mellettem volt feljebb egy 20 méterre, elkezdett kiabálni nekünk, itt jön a második. És akkor kezdett gurulni lefele egy második ibex, le a völgybe, mert mi fönt voltunk egy 2500 méter magasan, és nem is álltak meg ezek a két ibex, még legalább 500 méterig gurultak, mielőtt megálltak. Én még az életben nem láttam ilyen embereket, mint az én kísérőim. Olyan gyorsan mentek az ibexek után, mert tudva levő, hogy ha az embernek nincsen meg a licensze, két ibexe, és véletlenül az egyik ibex 10 éven alul van, akkor nem csak őt büntetik meg, hanem a vadászt is. Tehát amilyen gyorsan csak tudtak, lementek a két ibex után. Nekem a barátommal ez egy jó 3/4 óráig tartott, míg leértünk, és akkor kurjongatva jöttek felénk, és kiabálva, hogy milyen gyönyörű két bakot sikerült elejtenem. Az érdekessége az egésznek az, hogy amelyiket élődtem meg utána, az még egy jobb bak volt, mire az elején a hivatásos vadász mondta, hogy lőjem. Tehát az egyik bak, amit én választottam ki másodszor, az most a harmadik a világon, 98 centi hosszú, és 28 centis a körmérete. Társas vadász és közöttem, de az nem baj. Ja. Ja, Freili. A másik is valami 78 vagy 80 centis, az is egy aranyérmes bak lett. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és különleges vadászat volt. Még az volt ebben az érdekes, hogy,
hogy a völgyön keresztül minden harmadik, negyedik másodpercben jött át egy felhővonulat, amikor nem lehetett látni semmit. És az volt a legnagyobb szerencsénk, hogy mikor kitisztult, vagy elvitte a szél, elfújt ezt a ködöt, abban a pillanatban jött át a csoport, és szépen meg tudtam lőni ezt a két bakot. Hát ez egy kicsit drágább vadászat volt, mint amire én gondoltam, de így lett legalább két gyönyörű bakom, és úgy lesznek kipreparálva, hogy a két bak harcol egymással. A dél-tengeri szigetek nagy sorozatának teljesítéséért elrepül Új-Zélandra. A 200 éve betelepített vadfajok között található egyik nagy álma a különleges himalájai tár is. A vadászatot az északi szigeten kezdi, ahol 9 vadfajjal gyarapítja gyűjteményét.